vagy éppen megyei helyi közülésben népünket szolgáló emberek, attól és csak akkor lehetünk erősek, hogyha tudjuk, hogy önök nem mögöttünk, hanem mellettünk vannak. És hogyha tudjuk azt, ami a legfontosabb, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, akik itt vannak most velünk, sokkal jobbak lesznek, mint mi, amilyenek voltunk, és helyünkben, hogyha már nem leszünk, ők következnek. Adja az Isten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nemzetével minden rendben legyen, annak előbb a családját kell rendbe szednie. Aki a családját rendbe szeretné szedni, annak előbb a saját személyes életét kell rendbe tennie. Aki pedig a saját életét rendbe akarja tenni, annak mindenek előtt arra van szüksége, hogy a szíve helyesen verjen. Tisztelt csíkszeredaiak, helyesen verje a szívünk. Szorongás, vagy békesség van benne. Szabadságérzés, vagy talán bezártságérzése. Hányszor látjuk a fiataljainkat, hogy szabadosabban, az életet jobban megélve, az utcán, otthon, a családban, vagy akár az iskolában kifejezik mindazt, amit ők éreznek. Ebből merítkezni kell. Mert március 15-én Budapesten fiatalok a szabadság érzésével megrészegülve képesek voltak egy forradalmat elindítani. Európa legszebb, leghosszabb, és nekünk magyaroknak szívünknek legédesebb forradalmát. És ez a forradalom Székelyföldön is meghozta, amire szükségünk volt. A székely emberek, székely vezetők, legyen az Gál Sándor tuzsonőrrel, legyen az Gábor Áron, a találékonyságukkal, az egymásra figyeléssel eredményt értek el. Gábor Áronról mondják azt, hogy egyszerű földi emberként ágyút öntött, de ami a legfontosabb, hogy a székelyfalvak a harangjaikat az ágyúhoz adták. Összefogtak, mert a szabadság érzése bennüket is átjárta. Nézzük saját önmagunkban, talán nem minden nap, de ha egy csendesebb pillanatban magunkba fordulunk, mi egy dolgot tudunk, székelyek, hogy szabadok vagyunk. Lehet kifele mindig nem látszik, de azért belül mi szabadok vagyunk. Legyen bármi rendszer, legyen bármi ország, mi szabadok vagyunk. És az igazság, hogy nagyon sokszor ennek a szabadságnak az érzése másokat olyanokra bátorít, ami nem mindig megtisztelő. Kedves csíkszeredaiak, gondoljunk arra, hogy a hétköznapjaink vagy ünnepnapjaink attól szebbek, hogy magyar emberként merítve a történelemből, a megtanult értékekből, de érezve a jövőt is, tudjuk, hogy mit akarunk tenni, merre akarunk haladni. És nagyon sokszor ez az érzés másokban talán érdekes, vagy másként szólva, érthetetlen magatartás vált ki. Sokszor úgy érzem, és most úgy beszélek, mint kollégákhoz, sokszor úgy érzem, hogy a bukaresti román vezetők, kollégák, mi bennünk magyarokról, erdély magyarokról, székelyekről, azt gondolják, hogy nekünk a magyarságunk az egy pillanatnyi lét. Múló dolog. De ez nem múló dolog, nem pillanatnyi lét, ez érték. A románia magyarság értéket ad ennek az országnak, és a románia magyarság államalkotó nemzet. Mert 1,5 milliónak az országnak részesei vagyunk. És ezt el kell fogadni, mert jaj annak az országnak, amely az egyszínűségre törekszik, jaj annak az országnak, amely a másságot már nem fogadja el. Papíron ez az állam már nemzetállam, de jaj, ha az lesz, sokkal szegényebb lesz, sokkal egyszerűbb lesz. Nekünk az a feladatunk, hogy mindig és mindenkor fejlődjük a figyelmét Romániának arra, hogy a többségben, ha ez a többség színességet jelent, erő van. A többségben, ha ez egyszerűséget jelent, egy szint jelent, abban szegénység van. Most, amikor az egy magyarság nem tényező politikait megtartja, engedjék meg, hogy ebben az órában, március 15-e este azt mondjam, hogy Isten éltesse Csíkszeredát, Isten éltesse Székelyföldet, Isten éltesse az erdélyi magyarokat, Isten éltesse minden magyar bárhol a világon. Szabadságát.
Friss Hermen. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilks. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schneider József. Törvényeti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Bödenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselést. Bakner György. Úrbéli viszonyok megszüntetése. Krízics Károly. Esküdtszék képviselet egyenlősi alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Reiningen Westerburg Kárt. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aurich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanics János. Unió Erdélye. Gróf Gricsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség.